Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják főbb híreink néhány mondatban. Elismerések a kiválóságoknak, átadták a Baranya vármegyei Prima díjakat. Véget ért a svájci napok, a civil közösségek házában ismerkedhettek a pécsiek az ország gasztronómiájával. Látványetetések, kézműves foglalkozások és környezetvédelmi játékok, az Állatok Világnapja alkalmából tartottak programot az állatkertben. Átadták a Baranya vármegyei Prima és az év vállalkozója díjakat pénteken a Horváth Színházban. Az elismeréseket adományozó Vállalkozók Országos Szövetsége a jövőben még hatékonyabban kívánja segíteni Baranya gazdasági fejlődését. Az ünnepi gálaestre a Mohácsi Zora Tánc Együttes fellépése hozott igazi balkáni hangulatot. A Prima Primissima díj célja és eszmeisége kezdetektől változatlan. Alapítója Demján Sándor szándéka az volt, hogy a közösség ismerje el a különleges teljesítményeket és a példamutató emberi magatartást. 2005-től megyei szinten is van díjazás, ezt a Vállalkozók Országos Szövetsége szervezi meg. Magyar tudomány kategóriában az idei Prima díjat dr. Medvegy Gabriella, a Pécsi Tudomány Egyetem Műszaki és Informatikai Karának dékánja vehette át. Nagyon, nagyon meglepődtem, őszintén, tényleg van már egy-két díj a tartsolyomban, de őszintén meglepett, és nagyon jól esett, hogy ez a város, ez a régió így látja a munkámat, meg azt, ami mögöttem van, tehát abszolút olyan irányból jövő elismerés, amit nagyon, nagyon szívesen veszek el. Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Nemerei Péter, a Mandulafa Waldorf Ovoda Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapítója és helyettes intézményvezetője érdemelte ki a Prima díjat. Nem pusztán a magam érdemének gondolom ezt a kitüntetést, hanem a Pécsi Waldorf egész közösségét is úgy érzem, hogy ezzel a díjjal honorálják, ugyanis 15 éve van Pécsett Waldorf iskola, és hogy igen sokat dolgoztunk azért, hogy egy jól prosperáló, sikeres intézményé válhassunk. Szokás szerint nem csak pécsi teljesítményeket értékeltek a gálaesten. A Mohácsi Rosta Endre magyar népművészet és közművelődés kategóriában vehette át a Prima díjat. Az egyedi busó állarcokat és maszkokat készítő népi iparművész úgy érzi, munkásságának elismerése különleges megtiszteltetés számára. Nagyon fontosnak tartom ezt, és nagyon-nagyon köszönöm. Hát szerintem akár egy művésznek, de akármilyen embernek egy elismerés, pláne egy ilyen rangos megyei díj, egy Prima díj, azért meghatározó az ember életében, és szerintem ez egy ilyen mérföldkő. A Baranya vármegyei Prima díjak átadásában részt vett, és az esten köszöntőt mondott Eppel János, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. A szakember elmondta, hogy a szervezet minden segítséget megad majd ahhoz, hogy a baranyai vállalkozásokat segítse. Szeretnénk aktívan, tevékenyen ebben szerepet vállalni a megyei szervezettel, a vállalkozásainkkal, illetve az országos szervezet teljes eszközrendszerével. Itt konkrét terveink, elképzeléseink vannak, hogy ez ne csak üres szólam legyen, és nagyon kívánjuk Baranya megyének, hogy ez a hőnágított fejlődés az induljon el minél előbb. Az esten díjjal jutalmazták a Baranya vármegyei év vállalkozóit, ezt a címet idén Csóka Csaba István, valamint Pidl István vehette át. Az országos évvállalkozója Kis Géci László lett. Piknikkel zárult a svájci napok pécsi rendezvény sorozata a civil közösségek házában vasárnap. A hangulatos eseményre hagyományos svájci zenével, ételkülönlegességekkel és borkostolóval várták a vendégeket. A pikniket az Alphorn Pilatus Kriens együttes rövid produkciója nyitotta meg. A tradicionális svájci zenét játszó formációt a svájci napok során többször megcsodálhatta a közönség. A vendéglátók emellett gasztronómiai programmal is készültek, továbbá eredeti svájci sajt különlegességeket is kóstolhattak az érdeklődők. Nagyon aromás, ízes, finom, és hát ezek a kísérő gyöngyhagymák, meg ezek a kis uborkák, hát nagyon látványos, nagyon
Úgyhogy köszönjük a svájciaknak, hogy egy kicsit elhozták hozzánk a specialitásukat. A pikniken a pécsi önkormányzat részéről Zag Gábor Pécs alpolgármestere mondott köszöntőt. A politikus a város jövője szempontjából nagyon hasznosnak ítéli a svájci napok eseménysorozatát. A gazdasági kapcsolatokon kívül én úgy gondolom, hogy kulturális kapcsolatok terén is jelentős előrelépéseket tehetünk Svájc és Magyarország között, és hát ebbe, mint Magyarország kulturális decentrum a Pécs, szerintem kiemelt szerepet kell, hogy kapjam. Hasonlóképpen elégedett a végeredménnyel Jean-François Parot, svájc-magyarországi nagykövete is, akit csütörtökön este különleges meglepetésben részesítettek. A delegáció tagjaival a Városháza tornyából figyelhette azt a flashmobot, amelyet a PTE Táncoló Egyetem adott tiszteletére a Széchenyi téren. Úgy érzem, hogy a flashmob a hét egyik fénypontja volt. Nagyon hálás vagyok az ötletért Zag Gábor alpolgármester úrnak. Az interneten is közzétettük a rendezvényen készült fényképeket, amelyeket nagyon sokan láttak. A programokkal teli svájci napok méltó zárása volt a svájci piknik, amelyen a borok és sajtok mellett édességeket is meg lehetett ízlelni. A kvízjátékokon indulók értékes ajándékokat vihettek haza. Nagy érdeklődés övezte idén az Állatok Világnapjához kapcsolódó programokat a pécsi állatkertben. A kiemelt eseményt szombaton tartották, többek között látványetetésekkel, kézműves foglalkozásokkal és környezetvédelmi játékokkal is várták az érdeklődőket. Mi tetszett ma legjobban az Állatok Világnapján itt az állatkertben? Az, hogy egy beöltözött szurikát, az sétált össze-vissza. Az ember méretű szurikát a valóban sok gyerek tetszését nyerte el az Állatok Világnapján a pécsi állatkertben. A szombati időjárás is kimondottan kedvezett a rendezvénynek, így sokan látogattak ki a zóba. A program célja az volt, hogy felhívják a figyelmet az állatkertek szerepére, valamint a felelős állattartásra. Természetesen mindezt játékos és szórakoztató formában. A gyerekek láthatóan szívesen vettek részt a foglalkozásokon, és meséltek arról, hogy mi mindennel találkoztak és játszottak ezen a napon. Láttunk ma zebrát, ami cuki volt, láttunk ilyen a gorillát, aki bugyborékolt a vízben. Az Állatok Világnapján azt is fontosnak tartják a szervezők, hogy bemutassák az ember és állat kapcsolatát, amit jól szemléltetnek a népszerű látványetetések. Itt a látványetetéseknél kitérünk azokra, hogy miért fontos az ember és az állat jó kapcsolata ahhoz, hogy ugye életvitelszerűen a gondozók tudják kezelni. Ez egy nagyon-nagyon komoly és belsőséges bizalmi kapcsolat, amit csak pozitív megerősítéssel lehet az állattal kiépíteni, és ezáltal nagyon könnyen lehet dolgozni az állatokkal, és a látványetetések során ezeket a dolgokat mutatjuk be egy kicsit itt a látogatóknak. Az állatkert az állatok védelmére is fontos hangsúlyt fektet, melyet úgy tűnik sikerrel közvetítenek az ifjú generáció tagjainak. Mit gondoltok, miért fontos az, hogy védjük az állatokat? Szereted az állatokat egyébként? Azért, mert vannak olyan fajták, amik kihaltak, és hogy ne haljon több ki. Az Állatok Világnapját a világ legnagyobb természetvédelmi szervezetének javaslatára évről évre október 4-én és az ahhoz közeleső napokon tartják meg különböző kampányok és programok kíséretében. A pécsi zóban is még egy héten keresztül iskolás és óvodás csoportokat látnak majd vendégül a téma jegyében. Meghalt Sólyom László volt köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság első elnöke, akadémikus, egyetemi tanár, közölte a volt köztársasági elnök titkársága az MTI-vel vasárnap. Sólyom László 1942-ben született Pécsen, 1989 és 1998 között az Alkotmánybíróság tagja, 8 évig a testület első elnöke volt, 2005-ben választották köztársasági elnöknek, 5 évig látta el ezt a posztot. A volt köztársasági elnök 81 éves volt. Egy hétig marad a lezárás a pécsi Petőfi utca, Hargita utca, Eret Lajos utca közötti szakaszán, ahol a Tettye Forrásház ZRT szakemberei október 5-én csütörtökön helyezték üzembe a megjavított vízvezetéket. A munkaterületet pénteken a betonszintig helyreállították, ezután az útszakasz 40 méter hosszan teljes szélességében új aszfaltréteget kap.
Várhatóan október 13-án pénteken reggel adják vissza a forgalomnak a lezárt területet. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Kedden egy hideg front érkezik térségünkbe, záporokra is számítanunk kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk, majd tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!